Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közösségi költségvetés és pályázatok. Több mint 500 ötlet érkezett a programra. Kinyitották a bükkösdi kőbányát. Nyílt napon ismerkedhettek meg az üzem működésével. Az Én kertem címmel országos fotópályázatot hirdetett a MediaWorks. Baranyában egy pécsi kert tulajdonos a győztes. Fordan Táncklub tanévzáró gálája. Hovisoktól az 50 pluszos, akik rokiztak. Lezárult az idei Dönts velünk! Közösségi költségvetés pályázat beadási időszaka. Több mint 500 ötlet érkezett be május végéig. Ezek megvalósításáról dönthetnek majd a pécsiek augusztustól. Gyalogátkelőhely a Pécsi Ágost tontérnél. Ezt a zebrát tették még biztonságosabbá az itt élők kérésére. A pénzt a közösségi költségvetésből pályázták és nyerték meg. Tavalyi győztes javaslatok közül is folyamatosan valósítjuk meg, vagyis hogy történnek a kivitelezések. Az egyik például a mögöttünk látható ágostontéri zebra, aminek egy okosítása, biztonságosabbá tétele történt. Ez a négyes zónában van, itt két javaslat valósult meg. A másik a padokat helyeztünk ki a jelszobor környékére, a magaslati útra. Szóval, hogy folyamatosan dolgozunk a tavalyi program hirdetése óta. Idén is meghirdették az ötletpályázatot a programra. A Dönts velünk közösségi költségvetés második éve megy most már Pécsett. Márciusban hirdettük meg, április-május volt az ötletbeadási időszak, az május 31-én zárult, sikeres, a tavalyi ötletek számát megdupláztuk, tavaly ugye 247 javaslatot küldtek be a pécsiek, most 512 javaslat érkezett egészen konkrétan, nagyon örülök ennek a számnak, sikerült, azt hiszem ez bizonyítja, hogy egyre sikeresebb a felhívásunk, és sikerült az embereket megszólítanunk, elérnünk. Az 512 javaslat egy előszűrésen vesz részt, hogy ne kerül hessen be olyan ötlet, ami nem megvalósítható. Majd augusztusban minden pécsi zónában egy listát tesznek közzé a kezdeményezésekről, amelyekre szavazni lehet. A keretösszeg a 100 millió forint, azaz azt jelenti, hogy zónánként ugye 10 zóna, bruttó 10 millió forintból gazdálkodhatunk, ez 20 millióval több, mint a tavalyi, szóval, hogy ebben is változás van, vagyis, hogy fejlődés van, nem is akármilyen változás, egy elég konkrét ugrás, ilyen típusú javaslatok érkeztek be. Sok program, több programjavaslat érkezett, mint tavaly, ennek örülök. Több olyan javaslat van, ami a tavalyi évi nyertes projektek továbbgondolása, továbbfejlesztése, ez is egy pozitív előremutató folyamat, hogy azt fejleszteni, ami már megvan, nem teljesen új dolgokba gondolkodnak az emberek. Sok olyan javaslat jött, ami megint csak a tavalyihoz visszanyúlva, amiket azok inspirálnak. Ilyen például a szabadtéri kondi parkok létesítése, amelyekből 10-12 igény érkezett az idei pályázaton, mondja Salamon Péter. Ezen kívül közösségi terek kialakítása, a mindennapi életet segítő vagy éppen biztonságosabbá tevő, például közlekedési fejlesztések ötlete is több érkezett. A megvalósításokról szóló döntést a közvetlen demokrácia elvei szerint hozzák meg, teljesen függetlenül a politikától. A beruházásokat pedig a Pécsi Város Üzemeltetési Cég végzi el, tudtuk meg a szakmai koordinátortól. Nyílt napot tartottak a bükkösdi kőbányában. Az üzem működésével a kitermeléshez használt nehézgépekkel ismerkedhettek meg a családok. A kőbányát működtető cég fontosnak tartja, hogy bemutathassák a Bükkösdön folyó munkát, elmondhassák, milyen hatással van a környezetre. Gyerekek, apukák, anyukák a bükkösdi kőbányában. Nyílt napot tartottak az érdeklődőknek, hogy bemutassák, mi történik itt. Még a legkisebb gyereket is elhozták a látogatásra, így érkezett ez a két anyuka a fiatalokkal. Hatal jöttünk. Van egy 7 éves, egy 10 éves, és egy szintén 7 éves kislány, egy 1 éves, és még egy felnőtt van velem. Úgyhogy így jöttünk el hatan. Úgy gondolták, igazi családi program a bánya látogatás, olyan lehetőség, amivel élni kell.
Interneten fedeztem föl ezt a programot, és úgy gondoltam, hogy a gyerekeknek is nagyon fog tetszeni. Pici koruktól kezdve nagyon érdeklik őket, ugye az építőipar, maga a nagy munkagépek, és úgy gondolom, hogy felnőttként is nagyon látványos lehet egy ilyet megnézni, és nem mindennapos dolog, úgy gondolom, egy bányába eljönni és megnézni. Főleg úgy, hogy lenne egy körbevezetésünk, elmondanak fontos dolgokat, mi zajlik itt a bányában, mi történik magával a kitermelt kövekkel, stb. És ez úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek lesz egy nagyon izgalmas program, hanem egy felnőtteknek is nagyon izgalmas dolog lehet. Csoportokban mehettek be a művelési területre a látogatók. Itt a dolgozók munkaközben mutatták a járműveket, amiket a kitermeléshez használnak. Markoló hozta meg a 130 000 kg, és egy kanál mozdulattal 14-15 tonna anyagot tud fölmarkolni és belejuttatni a dömperbe. Viszont ez mellett ugye a fogyasztása 100 liter per óra. Azonban a kitermelt anyagra leosztva jó ez a fogyasztás, mondta a túra vezetője. A Bükkösdi kőbányát működtető cég rendszeresen szervez nyílt napot a Bükkösdi létesítményben. Most már hagyománynak tekinthető, hogy a Holcim Királyegyházi cementgyárához tartozó Bükkösdi mészkő és agyagbányában is nyílt napot szervezünk. Tavaly nagyon nagy sikerrel, nagyságrendileg 200 fő látogatót fogadtunk. Idén már időben meghirdettük az időpontokat, és ennek köszönhetően közel 300 fő érkezik a mai napon a Bükkösdi kőbányánkban. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet a mai világban egy modern mészkőbányát üzemeltetni, és ehhez a kollégák nagyon látványos programokat találtak ki. A bánya modern működését környezetvédelmi szempontból kell érteni, mondja a gyárigazgató. A mai modern világban nagyon fontos az, hogy mekkora környezeti lábnyommal tudunk termelni, és ebben a Bükkösdi kőbánya világszínvonalú. Mint a technológiát számítva, mint a mobil berendezéseket nézve, nagyon-nagyon hatékonyan tudunk termelni. A június 15-i bánya nyílt nap a családoknak szólt. Az üzemeltetők ezen a héten a Bükköst környéki iskolákból várják az osztályokat, hogy nekik is bemutassák a bánya működését. Rövid híreink következnek. Hosszú hetény mellett egy túrázó elesett az erdőben, megsérült a bokája és nem tudott felállni. Az egység a mentőszolgálattal közösen hordás segítségével az erdőből egy erdei útra vitte a sérültet, majd a Pécsi Kutatómentő és Tűzoltó Egyesület járművével egy quaddal a szilárd burkolatú útra szállította. A mentőszolgálat szakemberei megvizsgálták a sérültet és kórházba szállították. Egy kétszintes családi ház tetőszerkezetén keletkezett tűz vasárnap délután a Magyarszéken. Hárman tartózkodtak az épületben, ők önerőből el tudták hagyni azt. A komlói, sásdi és pécsi hivatásos, valamint a magyarszéki önkéntes tűzoltók 5 gépjárművel vonultak a helyszínre. Riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az egységek áramtalanították az épületet, elzárták a gázszolgáltatást. A tűzoltók 2 sugárral, 2 irányból a tetőszerkezetet kintről megbontva kezdték meg a tűzoltását, végül 3 sugárral oltották el a tüzet. A kb. 190 négyzetméter felületű tetőszerkezet mintegy fele leégett, a többi része a hő hatására károsodott. A tetőtéri szobák nagymértékben károsodtak, lakhatatlanná váltak. Az eset során személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre keretében a 3 lakó a szomszédoknál lett elszállásolva. A tűz vélhetően elektromos probléma miatt keletkezett, tűzvizsgálatra nem került sor. Az Én Kertem címmel országos fotópályázatot hirdetett a MediaWorks. Baranya vármegyéből 3 kategóriába lehetett nevezni. Kővágó László pécsi kerttulajdonos a virágos kert kategóriába nevezett 78-at magával együtt. Közülük az ő kertjét találták a legszebbnek. Stábunkkal a Zsebedombon jártunk megcsodálni a kertet és kifaggatni a tulajdonost. Ámulunk és bámulunk csodájuk Kővágó László kertjét. A május közepén indult fotópályázat a pécsi kert tulajdonos szívét is megdobogtatta. 9000 négyzetméteren fekszik a kertje, körülbelül 30 évvel ezelőtt 1000 négyzetméteres kertterület volt a birtokában, aztán mindig hozzávásárolt egyre többet. Hogy a kert ne legyen ilyen elhanyagolt állapotban, ezért kezdtem el növényekkel beültetni, és hát saját ízlésem és elképzelésem szerint kialakítva, úgyhogy teraszokat alakítottam ki, a termőtalajt ide kellett szállítani, mert ez egy teljesen köves, terméketlen terület volt, soha nem volt művelve, és
hát abból alakult ki ez a 9000 négyzetméteres kert, amelynek hát vannak szép szigetei, különféle gyűjteményes kerteim vannak, hortenziából például, íriszekből is, és hát leánderek, egyebekből nagyobb példányszámba. Közel 1500-2000 fajta növény él Kővágó László kertjében, ahol a legkülönfélébb fák, cserjék, virágok élik jobb napjaikat a Mecsek déli lankáján. Amikor megvette a telkeket, más gondolat vezérelte, gyerekkori galambás szenvedélyének szeretett volna eleget tenni. Galambjai azóta szép számmal gyarapodtak és sikereket ért el velük különböző versenyeken. A kert pedig így lett egyre nagyobb és egyre szebb. Vannak a díszfák, díszfákból a cédrusok azok, amelyek a legjellemzőbbek. Akkor ciprusok, a tölgyek, vannak még őshonos tölgyek, és itten azon belül a molyhos tölgy, amelyik ennek a területnek a lakója. Azon kívül a tölgyeknél örökzöld tölgyek is vannak, de hát vannak például sárga levelű kocsányos tölgy, ami ritkaságnak számít. És azon kívül a különféle díszcserjék, hát abból most így hirtelen nem is tudom, az már a, tulajdonképpen a problémám, hogy lassan a különféle faiskolák fajta választékában nem találok újat, gyakorlatilag mindennel rendelkezek van. Az Én kertem címmel pedig országos fotópályázatot hirdetett a MediaWorks. Baranya vármegyéből három kategóriába lehetett nevezni. Kővágó László pécsi kert tulajdonos a virágos kert kategóriába nevezett 78-ad magával együtt. Közülük az ő kertjét találták a legszebbnek. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. Egy komlói férfi tett bejelentést június 16-án délelőtt arról, hogy otthonában furcsa zajra ébredt. Kiderült, hogy egy 30 éves helyi férfi tört be a lakásába, ahol a riadt sértettet fenyegetni kezdte, miközben szatyrokba pakolt ruhaneműket és különböző értékeket. Pakolás közben a sértettet megütötte, megrúgta, majd végül egy pulóverrel, egy övvel, valamint egy szép kártyával távozott. A többi összekészített értéket a lakásban hagyta. A házigazda könnyebben megsérült. A rendőrök másfél órán belül elfogták a feltételezett elkövetőt, akit kihallgatását követően őrizetbe vettek és kezdeményezték a letartóztatását. A gyanúsított ellen rablás miatt nyomoz a komlói rendőrkapitányság. Drasztikusan elszaporodtak az aranysokálok Magyarországon. A szakemberek szerint az elmúlt évtizedekben még soha nem volt ekkora számuk. A legtöbb aranysokál Somogy megyében és Baranyában jelent meg. A ragadozók lakott területeken is portyáznak, a vadászok szerint pedig veszélyt jelentenek a vadállományra. A szakemberek szerint az állatok elszaporodásának oka lehet a déli, szomszédos országokban megnövekvő állomány. Az aranysakál elsőként az országhatáron jelent meg ismét, Somogyban, Tolnában, Baranyában, de ma már Bács-Kiskun megye északi részén és a budai hegyekben is lehet velük találkozni. Táplálkozása főként kisebb rágcsálókból áll, nem jellemző, hogyan áll a nagyobb állatokban kárt tenni. Attól nem kell tartani, hogy az aranysakál emberre támad, a vadállományra viszont valóban veszélyt jelenthet. Hagyomány már, hogy a pécsi Fordan Táncklub a tanév végén megrendezi évzáró gáláját. A 4-5 éves óvis korosztálytól kezdve az 50 pluszosokig léptek fel a táncklub tagjai. A tanév során megtanult és versenyre vitt táncaikból tartottak bemutatót a közönségnek a PTL-TTK Pap Gábor sportcsarnokban a hétvégén. Ezek a táncos fiatalok akár hetente 2x40 kilométert is képesek utazni, hogy álmaikat valóra váltsák és sikeres táncosok lehessenek. Deák Anna Eszter kiskora óta a mozgás szerelmese. Mohácsról jár be a próbákra, sokféle táncot megtanult a pécsi Fordan Táncklubban. Kifejezetten kedvenc részem az, amikor látom magamon a fejlődést, tehát a fellépések a versenyek után, visszanézem saját magamat videókon, és látom azt, hogy szeptemberben honnan indultam, ugyanazzal a koreóval, és hogy májusban hol vagyok, és hogy a célt azt elértem. A pécsi Fordan Táncklub több mint 20 éve rendez évzáró gálát Pécsen. Az egészen kicsi óvis korosztálytól kezdve a felnőtt korcsoportig megtalálhatók a táncosok a klubban. Az év során tanultakat, amelyekből versenyeztek is, most előadják, megmutatják a közönségnek. Ez a legfőbb céljuk, mondta Pap Viktor, a pécsi Fordan Táncklub elnöke. Itt nincs tét,
itt az a tét, hogy a közönségnek megfeleljünk, minél színvonalasabb, minél jobb előadás legyen, és ez a közel 200 fordanos fiatal ezt meg is fogja csinálni. Két részben fogjuk lebonyolítani a gálát, az első részben 20 műsorszám, és a másodikban pedig 13 műsorszám lesz, úgyhogy ez olyan jó 3 órás gála lesz majd. Az évtizedek alatt változott az oktatás ezen a téren is. Ma már vannak gyorsabban, rövidebb idő alatt megtanulható táncműfajok. Tudomásul kell vennünk, hogy felgyorsult a világ. Tehát az akrobatikus rákendő sportnak elég hosszú a kifutása, nagyon sok minden kell hozzá, hogy valaki eredményes versenyző legyen. A fashion street dance könnyebben megtanulható, és előbb színpadra kerülhetnek a fiatalok. A mai fiatalok, a mai gyerekek picit türelmetlenek. Ők jobban szeretnek minél előbb színpadra kerülni, minél előbb bemutatózni, és minél előbb versenyezni, és ezt a felgyorsult világot nekünk követni kell. Ketté kell választanunk a tömegsportot és a versenysportot, és ugye ez a klubon belül meg is történt. 4-5 éves apró gyerekek mini rockit, az 50 pluszosok pedig Lindy Hopot, igazi retrót táncoltak, melyet a 20-as évek Amerikájában roptak annak idején. Pap Viktor tavaly volt 40 éve, hogy elkezdte a rock and roll műfajt, és idén 35 éves a pécsi Fordan Táncklub. A tanévzáró gálát a PTE-TTK Pap Gábor sportcsarnokban rendezték meg. A régió híreivel folytatjuk. Cessnák és helikopterek is felszálltak Kadarkúton, ahol először szerveztek repülőnapot a hétvégén. A kétnapos eseményen sétarepülések és családi programok is várták az érdeklődőket. Felbőgtek a repülőgép motorok hétvégén Kadarkúton, ahova az ország több pontjáról érkeztek a kis repülők és helikopterek. Cessnák és helikopterek is sorban vitték az utasokat a sétarepülésekre, de nagyobb repülőbe, a N2-esbe is beülhettek az érdeklődők. Gyerekek, felnőttek egyaránt repülőbe szálltak, a sétarepülések minden korosztályt elvarázsoltak Kadarkúton. Élmény volt már, először nem tudhatom milyen legyen, nem vagyok olyan izgolós ember, de mégis kellett egy kicsit azért majrézni, így mondva, de jó. Menne még? Menjek, a helikopteren töröm a fejemet. Volt, aki régi emlékeit elevenítette fel a sétarepüléssel. A honvédségnél még katona voltam, akkor én Eiderny-esnél voltam, úgyhogy többet 40-et ugrottam. Utána talán valamikor később egyszer utasszállítóval, de azon kívül nem. Milyen volt a mostani repülés? Jó volt. Nagyon jó volt. Visszahozta a régi emlékeket? Igen. Hogyne. Kadarkúton első alkalommal szerveztek repülőnapot. A földön és a levegőben számos repülőgépet láthattak az érdeklődők. Vannak itt mögöttünk látható régebbi katonai helikopterek és repülőgépek, egyébként pont a száról lettek ők ide áthozva, és ugyanígy megtalálható a modernebb, jelenleg működő repülőgépek, helikopterek. A program nem csupán a repülést népszerűsítette Kadarkúton, hanem a települést is megismertette a kilátogatókkal. Senki nem gondolja, hogy egy 2500 fős településen egy akkora légibázis működik, és úgy gondolom, hogy ez a repülőnap most mindenkivel megismeri és tudtára adja, hogy Kadarkúton ilyen is van. Benépesült érdeklődőkkel a kadarkúti reptér környéke, ahol először szervezték meg a repülőnapot. Egy egyedülálló helyszínen vagyunk, itt egy repülőgép helikopter javító kiképzőbázis van, melynek vezetője Jakab Ernő. Hatalmas energiát, pénzt, munkát fektetett bele, és ez a rendezvény ennek is, és az egész városnak, a térségnek és egész Somogyországnak a jó hírnevét fogja öregbíteni, jó hírét fogja vinni. A kadarkúti repülőnapon családi programok is várták a kilátogatókat. Június 20-án csütörtökön nyit a szekszárdi Családbarát strand és élményfürdő. A szakemberek az utolsó simításokat végzik annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Hamarosan a szekszárdi strandon is csobbanhatnak a kikapcsolódni vágyók, hiszen a napokban nyit a komplexum. A kezdésre többek között felújították a csúszdához tartozó medence lépcsőjét is, számolt be az üzemeltető szekszárdi diák étkeztetési Kft. Ügyvezetője. Alapvetően ugye a medencéknek a karbantartása,
takarítása, a vízminőség biztosítása, tehát ugye itt szigorú felügyelet alatt megy, vízmintát vesznek, azt megvizsgálják, hogy milyen minőségű a medencében lévő víz. Nyilván embereket kell toboroznunk hozzá, ugye a fürdő alapvetően úgy működik, hogy van 6 fix emberünk, aki az úszoda, már a főiskola úszoda, illetve a fürdő üzemeltetésében részt vesz. Az árak hasonlóak lesznek a tavalyi évhez, mondja az ügyvezető, aki arra is kitért, hogy miért nem nyitott ki hamarabb a fürdő, ezt ugyanis korábban a közösségi médiában többen sérelmezték. Nagyon egyszerű az oka. Tehát a fürdő nyitvatartása napi 1 millió forintba kerül. Ahhoz, hogy bejöjjön 15-20 vendég, és menjen a pénz, az nem biztos, hogy egy akkora üzlet a üzemeltetőnek. Az élményfürdőnek az energiaár emelkedésekkel is számolnia kellett, hiszen az idei évben körülbelül 2,5-szeresére nőtt a vízdíj. Próbáltuk ezt kiküszöbölni, illetve a villamos energia felhasználást egy kicsit javítani, frekvenciaváltókat szereltünk a egy részére a szivattyúknak, hogy takarékosabban működjenek, tehát ezek mind megelőzik ezt a dolgot. Engedélyek beszerzése, minősítetni kell a csúszdát, tehát elég sok feladat van azért ahhoz, hogy kinyissunk. A strandon a fürdőzés mellett különböző programok is szórakoztatják majd a vendégeket. Mindenképpen a fürdők éjszakájára tervezünk egy nagyobb rendezvényt, tehát ott egy egész napos rendezvényt, ez ami fix, illetve amit szeretnénk, ugye kikerül majd egy LED fal a fürdőbe, amin a sporteseményeket kívánjuk, ugye itt még folyik a, illetve most kezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság, utána olimpia jön, tehát ezeket próbáljuk majd azért itt elérhetővé tenni. Nem kell már tehát sokat várni a szekszárdiaknak és környékbelieknek, hamarosan a medencéknél is felfrissülhetnek a nagy melegben. A 35 éve alakult Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége országos találkozó szervezet hőgyésze. Jelenleg 46 tagegyesület erősíti munkájával a köteléket. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megrendezte az országos székely találkozót a Magyarság Háza és a Hőgyészi Székely Kör társ szervezésében. Szentmisével indult a rendezvény, díjak átadásával, majd kötetlen programmal, beszélgetéssel. Találkoznak ilyenkor a tagegyesületeink, külföldről érkező aldunai székelyek, Érdről érkezők, és egy jó közösségi nap számunkra a mai. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a bukovinai székely családok családfája az 1700-as évekig visszavezethető, 98%-os ennek a kutatásnak a feldolgozatsága, illetve a gendérképe is megvan. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Szövetség, most már Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a neve. Azt annak idején Bonyhádon 16 egyesület hozta létre, tagkör. Most 46 ilyen működik Tolna megye déli részén, elsősorban a Völgységben, Észak-Baranyában, Érd környékén, illetve Bács-Kiskun egyébben 3 településen, Dél-Erdélyben, és az Aldunánál, Vajdaság déli részén. A Székely Szövetségnek is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is köszönhetően a népcsoportunknak a kultúráját, hagyományait, szokásait, népviseletet, minden egyebet talán sikerült jobban megőriznünk. Kevés olyan magyar népcsoport van, mint mi, talán egy se, akiknek ennyire megvan kutatva a történetük, a néprajzuk, a hagyományaik. Ahogyan a szervezet munkájából és a rendezvények sikeréből látható, a bukovinai székelyeknek nem csak múltja van, hanem jelene és jövője is. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer, röviden. Közösségi költségvetés és pályázatok. Több mint 500 ötlet érkezett a programra. Kinyitották a bükkösdi kőbányát. Nyílt napon ismerkedhettek meg az üzem működésével. Az Én kertem címmel országos fotópályázatot hirdetett a MediaWorks. Baranyában egy pécsi kert tulajdonos a győztes. Fordan Táncklub tanévzáró gálája. Hobbisoktól az 50 pluszosokig rokiztak.
Szerdán sok napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható. A déli-délnyugati szél sokfelé élénk, a Dunántúlon több helyen erős lesz. Délelőtt 24-31, délután 32-38 fok közötti maximumokat mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!